Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Az idei esztendőben második alkalommal szerveztük meg a Városi Nagytakarítást, és úgy, hogy a tavalyi évben, az idei évben is a hivatallal közösen indulunk el, szimbolikusan a Városközpontból. Az elmúlt hetekben több fórumon, több felületen a rendezvényt, és regisztráltuk mindazokat, akik ebben részt kívánnak venni. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előzetes regisztráció is nagyon sikeres volt, hiszen közel 3000 regisztráltak a rendezvényen való részvétel ügyében, és összességében közel 40 szakszámú szervezetet gyerekenek, és regisztrált mindenki, és találkoztunk majdnem is olyannak, akik nem regisztráltak, de részt vettek venni a nagytakarításban. Úgy látjuk, hogy előzetesen a város teljes területét le tudjuk fedni, de a 45 gyűjtőponton lehet majd lerakni a zsákokat. A zsákokat kezdjük az elmúlt napokban azokhoz, akik kérték, eljuttattuk, és akkor a mai nap folyamán 17 órakor, illetve holnap szombaton 14 órakor szállítja el az Ariszka Terra Kft. Az összegyűjtött hulladékot. Délelőtt mentünk egy kört, azt láttuk, hogy az iskolások már elkezdték a munkát a délelőtt folyamán. Iskolák környékén azért tapasztalható volt ez a fajta tisztulás, a munka eredményét azt szemmel láthatóan is tapasztalni. És délelőtt folyamán, és itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy volt egy előző kísérő rendezvénynek, ahol a óvodások és az általános iskola alsó tagozatosok megtapasztalhatták, hogy úgy néz ki, hogy rendőrmotor, tehát kiállt a rendőrség, tűzoltóság, Aliszkatarra Kft. Ezt minden évben megteszik, hogy jövőre is lesz erre lehetőség, hogy gyerekek egy kicsit a munka mellett szórakozhassanak is. Elsőt is hívottunk a legtöbb létszámra, a legtöbb létszámra részvevő szervezet részéves, amelyet majd oklevél díjazásban fogunk részesíteni. Úgyhogy most akkor hivatalosan megkezdjük a városi nagytakarítást. Egyébként a holnapi nap, tehát a szombati nap délelőttén is még bárki úgy gondolja, hogy szeretne csatlakozni akár a lakókörnyezetében, vagy bárhol a városban, akkor ezt regisztráció nélkül is meg tudja tenni. A gyűjtőpontokat a honlapon, városkonlapon, belőlapon meg lehet keresni, és oda meg a honlapnak folyamán is le lehet rakni ezeket a zsákokat. És a városi nagytakarításhoz kapcsolódóan ezen a hétvégén lesz a lomtalanítás is. Azt szeretnénk, hogy a lomtalanítás és a városi nagytakarítás befejeztével és a hulladék elszállítását követően egy tiszta várost adjunk vissza a szexáriaknak. Tavaly nagyon jól sikerült, 2500-an vettek részt a rendezvényen, és másfél tonna hulladékot gyűjtöttünk össze. Bízom abban, hogy a létszámból is látszik, hogy időn többen regisztráltak, hogy még sikeresen lesz a rendezvénynek a tavalyi évben.